Sziasztok, üdvözlök mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Lecsót csinálok. Finomat. Gyertek. Tavaszi felvágott. Hello, csak szép napot mindenkinek. Kész, drágáim. Vágok bele füstölt sajtot.
Sziasztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Sajnos akadodik, de a gyerekekhez ez van mostan, nem tudom, hogy miért. Thank you.
Köszi. Oké. Jó, közben óvak. Na te kár, hogy te maradsz. Majd Zoltán Kuzma, én nem tettem a fakanalat, de köszönöm. Igen. Nézem is, ki kell tiltanom. Szia, Brigitte, be! Valaki a vigyorgó smiley küldi, nem tudom, hogy miért. E-mailjük küldhetik, mert ha én meglátom, akkor biztos tiltom. Hellótok. Lecsót csinálok, tavaszi felvágotta. Hellótok. Egyáltalán, de egyáltalán nem érdekel, ki mit küld. Milyen haragos fejt és milyen smiley. Na nézd, lesünk be kulisszázba. Nézzük meg, hogy ki küldi a smiley-t. És abban a pillanatban tiltom. Igen, ez biztos, hogy e-mailjük küldik a vigyorgó smiley-t, meg a haragos fejet. De nem érdekel. Sziasztok, sziasztok! Minél jobb vagyok, annál rosszabb, majd most minden változni fog. Lesni fogtok, mint borjúik a popular rossz indulatú emberek. Tehát gyakorlatilag ennyi.
Na, sziasztok mindenkinek! Amit ugye este elmondtam, az úgy van, drágáim, rájöttem valamire. Ha éppen valaki olyan fontos személy van az ismerőseim között abban a pillanatban, nyomozni kezd valaki, hogy kiemelki és ki nem, rátérve arra, arról kifolyólag, hogy ellehetetlenítsenek engem. Szó szerint arra meg kell játszik, hogy engemet ellehetetlenítsenek. Hogy ne legyek a köztudatba, mindent megtesznek, hogy ellehetetlenítsenek, és azt is tudom, hogy kik. Kettő emberre, háromra is satszolok, hanem négyre. Köszönöm, Mária Mága. Két-négy emberre is satszolok, hogy ki az, aki el akar lehetetlen. Egyet már el akart egy olyan illetőm csípni, de ez nem jött össze. Nem. Mert vannak olyan emberek, akik már nem bírják elnézni azt, amit velem művelnek. Most már kezdenek olyan emberek egyre több lenni, akik már nem viselik el és nem nézik el, amit velem művelnek. Úgyhogy engem nem érdekel, üzenem neked, aki el akarsz lehetetleníteni, te neked, akinek el akarsz lehetetleníteni. Nem tudom, hogy ki vagy. Nem tudom, hogy ki vagy. De meg tudom, kitekerem a nyakadat. Majd csak szembesülök veled, de annak kőkövön nem marad. Megkérdezem majd tőled, kinek lehetetlenítsd el az életét? A karrierjét? Köszi, Mária! Igen, vissza előleg, drága. Úgyhogy arra ment Erzsébet süli, szia, drágám. Úgyhogy végig, drágáim, sejtettem, csak nem tudtam így kifejezni, hogy esküszöm nektek, elmondok nektek valamit. Esküszöm nektek, fölhívott egyszer egy-két valaki, és megmondta, hogy nem nyugszik addig, még tönkre nem tesz, vagy még el nem lehetetleníti az életemet. Még tönkre nem tesz, megmondta a telefonba. Ismeretlenül hívott föl. Noha. Tudtam tiltani, és más nem fogok tenni ezután, mint hogy bevegyek a rendőrségbe, és meg fogom a telefonszámokat mutatni, hogy mi a szitu van. Szívesen, hogy mi a szitu van. És fog mellettem lenni olyan, aki ezt nem fogja hagyni, és ha kell, perre viszi. Ha kell, az a valakim majd perre viszi. Amihány valakim lesz. Ellehetetlenítettétek az életemet, rátörtetek, fölállok most. Ha saját magamat kell menedzserelnem, akkor is fölállok. Én akkor is fölállok. És szia, Balogh Tamásné! Igen, Jónás Ildikó zaklatnak, és el lehetetlenítik a nevemet. Lehetetlenítik az életemet,
a nevemet bemocskolták. Engem bemocskoltak azzal, hogy ezt meg azt tettem, közben nem. És... biztos, hogy nem fogom hagyni. Nyugodtan szívem. Na, nem fogom hagyni. Mi baj van? Drága. Hiába mondott, hogy mondjam a nevet, ne kényszeríts arra, amit nem akarok. Tudom, hogy kedves vagy, de ne erőteskodj, amit nem szeretnék. Kiírod még egyszer, kiveszel. Úgyhogy drága életeim, úgy képzeljétek el, hogy teljesen ellehetetlenítették az életemet, teljes egészébe, és csak is arra... Gyakorlatilag csak is arra megy. Csinálk egy kis levest így, gyerekek. Csinálok gyerekek levest. Azt mondja, hogy... Mindjárt egyetlen megmutatom, hogy így.
pillanat, drágáim. Pillanat, gyerekek, mindjárt kész a kaja. Csak bevittem a páromnak a kaját. Gyerekek, ilyen a kis lecsó tavaszi felvágotta. Lecsó tavaszi felvágotta a kis kenyérrel. Jó étvágyat mindenkinek, drágáim! Lecsó tavaszi felvágotta a piros arannyal, erős pistával. Csináljátok meg! Köszi! Jó, köszi! Úgyhogy gyerekek, arról van itten szó, teljesen ellehetetlenítették az életemet. Mindent megtettek, hogy ne sikerüljön meg, szó szerint beszólogattak annak a valakinek, megfenyegették, szó szerint. Egy szóval gusztustalanul beszóltak annak a valakinek. Ha éppen azt látták, hogy valaki szeretne foglalkozni vele, vagy éppen kiírta a live-om alá, hogy mi van, ma azt már befenyítették. És ezért nem reagált már vissza az illető. Pedig lett volna segítségem. Pillanat, gyerekek. Ha beszélgetek, akkor nem eszek. Ugye, arról ellehetetlenítették úgy a életemet, ahogy azt látták, hogy kiírt az valaki, hogy figyeljenek és segítek nekem, hiába menedzserrel, menteléssel kapcsolatban. Abban a pillanatban már itt a kislánya, és nézték az oldalát, hogy hol találhatják. Szó szerint... Na, itt vagyunk, drágám, csak megakadt a live. Szó szerint vájkáltak, kutattak, az olyan után, aki írt, hogy segítene. Úgy képzeljétek el. Tehát, itt rendesen vájkával van az illető, aki esetleg foglalkodna velem, sőt, engemet is lesnek. Nem tudom, hogy miért, hülyévé bolondá tettek. Hülyévé bolondá tettek engemet. Mindenki előtt. Ezért nem voltak idáig meghívásaim. Ezért. Mert ellehetetlenítették az életemet. És képesek voltak befenyíteni, meg csúnyán rondán beszélni olyannal, aki segített volna rajtam. Csak azért, meg leégetni előtte, csak azért, hogy velem ne lehessen foglalkozni, hogy ne legyen belőlem senki. Ellehetetlenítettek engemet. Ezt itt mondom a szemetekbe. Sajnos. De nyugodtan válaszoljatok, nyugodtan kommenteljetek hozzá, hiszen jogotok van.
Hiszen jogotok van megmondani, drágám, hogy mit gondoltok az ilyen dologról. Légy és írjátok meg, kommentbe itten, hogy mit gondoltok az arról, aki ellehetetlenítse az életét az embernek. Valakinek az életét, és akadályozza a munkájába. Noha nem bántottam meg senkit életembe. Úgy, hogy én valaha is vájkáltam volna utána, vagy ellehetetlenítettem volna életét. Nyugodtan írjátok meg, hogy mit gondoltok, nem kell félni, nem kell aggódni, írjátok meg. Hogy az olyanról, mit érdemel az olyan, mit gondoltok az arról, és mit érdemel az olyan, aki ellehetetlenítette az embernek a munkáját, és őt. És az illetőt is szinte fenyegetik. De csak Facebookon nagy a szájuk némelynek. Én tudom, Nikoletta, drága Nikoletta, de mégis. Igen, az Tóth Zoltánné. Oké, Erzsébet Süli. Szia, Gombok Tóth Zsuzsannám. Úgyhogy teljesen ellehetetlenítettek. Csomó követőim voltak. Noha még megvannak a követők, akik a Mahiana rosszá... Na hát, gyere ide! Lacika volt, drágáim. Na szóval ez van, angyalkáim. Nagyon nyugodtan írjátok meg, mit gondoltok az ilyenről, és mit érdemel az olyan? És mit érdemel az olyan, aki az ember munkáját ellehetetleníti, és alá tesz. De nem tudom, hogy miért. Szó szerint nem tudom, hogy miért. Jó volt, Lacika? Jó. Oké. Hát volt benne több fehér paprika is, nem lehetett úgy erős. Igen, Patrik nagy. Igen. Igen, ismerős a téma, igen. Igen, Patrik. Köszönt Jónás Ildikó, itt van? Jó, Filip, átadom. Így van. Igen, igen. Igen, tudnék mit mondani, mert nem lett volna, nem rossz, hogy... Nem rossz volt ő, nem volt ő rossz a Tóth Gabi, csak őt is kicsizálták. Közben kicsinálták lelkileg őt szegényt. Ő karolta fel a Opitz Barbit. És többit nem tudom, én annyit tudok a tévéből, hogy én úgy tudom, hogy egy érző, kedves nő. Egy normális nőnek gondoltam, aki nagyon-nagyon sok emberen akar segíteni. De nem tudok ebben kapcsolatban többet mondani. És hogy aztán miért akarták el lehetetleníteni? Miért gondolták, hiszik? Én nem tudom. Nem akarok ebbe belefolyni. Így van. Én úgy gondolom, hogy... Igen, Niki Kovács, így lesz. Igen, így lesz. Jó.
Még nem teljesen, de folyamatban van. Úgyhogy jogi úton fog történni minden. Hagyni nem fogom magam hagyni, új YouTube oldalam lesz. Már be is linkeltem nektek, és azt is, hogy hogy lehet megrendelni engem. Nem, próbálok nem idegeskedni, csak ebből elég volt már. Úgy gondolom, hogy most volt, most jött el annak ideje, hogy lépjek. Mondj itt annak el ideje, hogy lépjek. Én tudom azt, hogy mit akarok, tudom azt, hogy a karrieremet évek óta építgettem gyerekkorom óta. Ezt soha nem fogom hagyni lerombolni. Így van, Patrik nagy. Így van. Lakatos Gyuszi, szia drága, cikiznek téged, mert kiter. Lakatos Gyula, így gondolod? Akkor nem kell a live-ban alatt lenni. Ha te úgy gondolod, hogy te okosabb vagy nálam, és te vagy eldöntött. Ha te úgy gondolod, hogy te többet tudsz nálam, mert te Lakatos Gyula vagy, ez nem így van. Nem vagyok beszédhibás, egy. Kettő, nem vagyok bolond. Három, akkor live-azok, amikor akarok. Négy, nem vagy nem, hogy mondjam neked, nem vagy köteles itt lenned. Nem bírod az arcomat, menj innen el, Lakatos Gyula. Azt tűzd, azt most tűzd. Légy szíves, menj ki. Úgyhogy Lakatos Gyula, ezt gondolom én. Úgyhogy nem kell itt lenni. Köszönöm szépen a véleményed. Nem vagyok beszédhibás, de sértésnek vehetem, mert beszédhibásnak tartó. Nem. Lakatos Gyula, nem. Nem vagyok beszédhibás, annyi, hogy úgy beszélek, ahogy belőlem jön az igazság. Gyula, én úgy gondoltam, és úgy gondolom, hogy én idáig tök fair és tök normális voltam veled. És tiszteltelek, becsültelek. Köszönöm szépen, Lakatos Gyula, nem vagyok beszédhibás, én ezt kikérem magamnak. És jogom van megmondani azt, és látni azt, hogy kit akarok itt hagyni, live-om alatt, és kit nem. Én azt gondolom, hogy nem akartál megsérteni, Lakatos Gyula, de én nem vagyok beszédhibás, egyik. Másik, akkor live-ozok, amikor akarok. Három, lehet, hogy őszinte vagyok, túl őszinte vagyok, ez annak a jele. Hogyha esetleg beszéltem is több mindenről. Ez annak a jele, hogy túl őszinte vagyok. Őszinte, becsületes, tisztességes vagyok. És jó lelkű. Úgyhogy